Sziasztok! Ebben a videóban a DM-ben előző hónapban vásárolt termékekről szeretnék röviden véleményt mondani. Elég rövidke videó lesz a mai, mert relatív kevés termék van itt mellettem, amiről szeretnék szót ejteni. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Venice szűnyeg és textil tisztító spréjéről majd a következő hónapban a DM-hol kiértékelésben ejtek szót, mert még nem próbáltam ki. De kezdjünk is bele, méghozzá itt van a Frosh-nak ez a narancsos tisztítószere, amit ti ajánlottatok nekem, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, mert nagyon bevált. Kipróbáltam már felmosáshoz, ahhoz is nagyon bevált, és amit külön szeretek benne, hogy hihetetlenül kellemes narancsos illata van, muszáj most is megszagolnom. Ah, nagyon-nagyon kellemes illata van. Emellett tényleg nagyon fényes lesz a járólapnak a felülete. Próbáltam ilyen általános tisztítószerként is, portörléshez is, illetve a konyhatakarításához is, és mindenhez bevág. Tényleg nagyon-nagyon jó, és amúgy kevés kell belőle, mert már szerintem majd 4-szer használtam, és alig fogyott belőle. De igen, kevés is elég belőle, és nagyon szeretem, és köszönöm, hogy ajánlottátok, és tudom ajánlani mindazoknak, akik még esetleg nem próbálták. Van itt egy testápolási termék, méghozzá a Barnum & Gunn márkától, ez egy testápoló, ami, hát én nem is tudom, nincsen ilyen különösebb leírás, az a lényege, hogy normál és száraz bőrre ajánlott, és hogy ugye ápoló formulával, és a többi, és a többi. Nekem nagyon tetszik ez a testápoló, amellett, hogy az illatáért oda meg vissza vagyok, ugye pumpás a kiszerelése, amit én ilyen termékeknél mindig preferálok, szerintem ez a legpraktikusabb. És maga a hatása is abszolút rendben van, nagyon szeretem. A Mixa testápolóm volt előtte, amit szintén nagyon szerettem. Ugyanaz a minőség, megmondom őszintén, annyi, hogy más az illatuk. Viszont örülök, hogy találtam két ilyen nagyon jó testápolót, mert akkor így tudom váltogatni őket. De ezt is jó szívvel tudom nektek ajánlani, próbáljátok ki, nézzétek meg, hogy az illata tetszik-e. Amikor felkenem magamra, akkor valahogy egy kicsit töménynek érzem az illatát, de egy 5 percre rá már abszolút ilyen puha, tiszta, hát nem tudom, ilyesmit jutnak az illatáról eszembe, úgyhogy nagyon szeretem. A következő az egy hajápolási termék, méghozzá a Nature Box-nak egy ilyen fényt adó hajspréje. A kamerán pedig fókuszálhatna igazán, remélem, hogy azért... igen, sikerült neki. Ennek a sprének nagyon-nagyon kellemes az illata. Barackos, viszont az az igazi barack, úgyhogy nem egy ilyen nagyon mű barack illat, amit én többnyire nem szeretek. Na már most ez elvileg barack, gondolom barackmag olajat tartalmaz ez a termék, és vegán, hogyha ez valaki számára fontos, illetve nincsen benne se szilikon, se parabén, és 100%-ig hidegenpréselt olajból állították elő. Szoktam így fújogatni, ezt amúgy törölköző száraz hajra kell fújni, utána szoktam megszárítani, most nem használtam, viszont... így is elég fényesnek látom a hajam. Minden esetre, hogyha ezt is használom, akkor talán egy picit még fényesebb, viszont azt is észrevettem, mintha egy picit elnehezíteni a hajtöveket, úgyhogy igyekszem arra a területre nem fújni, mert mióta ilyen rövidre levágattam a hajam, azért ez egy kicsit nehezebb feladat, de így is szoktam használni, és szeretem, nem bántam meg, biztos, hogy el fogom majd használni. És az utolsó termék, ami ebben a videóban helyet kapott, az pedig egy sminktermék, méghozzá a NYX-nek az Epic Ink Liner-e, ami ugye egy fekete szemhéjtus. Nagyon-nagyon szeretem a filces hegyét, mert tényleg nagyon precízen lehet vele dolgozni. Tényleg szeretem, hogy abszolút ében fekete színről van szó, relatív hamar szárad, elvileg vízálló is, és... nem tudom, egész napot nem bír ki rajtam úgy, hogy a kis, minek hívják, cicafaroknak hívják a tusvonalnak a végét, nem tudom, hogy pontosan milyennek a megnevezése, de egy egész napot nem bír ki úgy, hogy ez egy kicsit nem masszatolódjon el, viszont tényleg ott volt, nem csücsült fel a szemhéjamra, úgyhogy szerintem ez egy jó választás volt, hogy ezt a szemhéjtust választottam. És azt hiszem, hogy kétszer vagy háromszor húztam eddig vele tusvonalat. Én nem vagyok az a nagyon tusvonalas lány, viszont azért vettem meg, mert mégis kedvem volt hozzá. Ami egy kicsit negatívuma szerintem, az az, hogy 1 ml terméket tartalmaz ez a szemhéjtus.
Nem tudom, hogy a többi szemétusban mennyi folyékony tús kapott helyet. Minden esetre én ezt az áráért cserébe egy kicsit sokallom, mert most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy az ára ilyen 10-12 euró körül mozog, ami egy ilyen 3-3500 forint. Szerintem ennyiért 1 milliliter az igenis kevésnek számít, de remélem, hogy sokáig tudom majd használni, és eddig abszolút meg vagyok vele elégedve. Igen, ezek voltak azok a termékek, amikről úgy gondoltam, hogy érdemes lenne szót ejtenem, mert az előző TMHOL-ban elég sok mindent vásároltam újra, amiről már többször beszéltem nektek, úgyhogy ezek voltak szerintem csak azok, amik újdonságnak számítottak. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó akkor is, hogyha most ez egy rövidke videó. Írjátok meg nyugodtan, hogy van-e az itt megmutatott termékekkel tapasztalatotok, illetve hogy nektek melyik a kedvenc drogériás szemhétusotok, vagy testápolótok, szívesen várok javaslatokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. További szép napot kívánok nektek, legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!